3, 2, 1. Elvesztünk a jég között is, idén is. Tehát akkor is kajakozunk, ha egy fok van. Ha nagyon fúj a szél, az kellemetlen. Azért durva, amikor David Attenborough megcsinálja a filmjét. Ha David Attenborough-on nem hiszünk, akkor végül is a föld is lehet lapos. De szép cica. Nem cica. Ez egy négylábú, szőrös, doromboló szeretett kazán. Mindig akkor nyugszom meg, amikor kint vagyok, és azt érzem, hogy a természet része vagyok. A vegánhegylakó az csak a neve annak, amit én itt tolok. Az, hogy a városnak a peremén egy ilyen vidékihez nagyon hasonló környezetben tud az ember a központtól, nem tudom, 15 kilométerre otthonra lelni, az szerintem bámulatos. Egy nagyvárosi piacon is a legtöbb kint álló embernek semmi köze az asztalon előtte lévő termékhez. Mi a biogazdaságokat és a vegyszermentes gazdaságokat szeretnénk erősíteni, és arra ráébreszteni magunkat és embereket, hogy ehhez tudnak hozzájárulni a vásárlásukkal. Nekem a régi munkahelyemen, vagy akár a családomban az, aki használt ruhát hord, az ciki. Tehát egy kicsit lesarkítva használt ruhát a bolondok hordanak, meg a szegények. Van egy stigmája a használt ruhának, és mi azt szeretnénk elérni, hogy ez ne legyen. 170 éve állították, többször erősen károsodtak háború alatt, darabokra hullottak. Tulajdonképpen megérett a helyzet a restaurálása. Szénszálas csapukat alkalmazunk az ilyen nagyobb mértékű hiányoknak a rögzítésére. Fölépítjük a fogat, és egy kicsit földurvítjuk a felületet. A kommunális hulladékkal együtt gyűjtött fenyőfa 60%-ban a Rákospalotára Magyarország egyetlen hulladéktüzelési erőművébe kerül. A gyűjtőpontokról beérkezett fenyőfákat ledaráljuk, így teljesen homogén módon össze tudjuk keverni a háztartási kommunális hulladékkal. Egy nagyon jó fűtőértékű tüzelőanyagot kapunk. A hulladék elégetésekor keletkező hőenergiát, füstgáz hőjét felhasználjuk. Elsősorban gőzt állítunk elő belőle, majd egy turbina és generátor gépcsoporton keresztül villamos energiát is állítunk elő. Na jó, akkor csinálok egy ilyen dombházat, vagy egy földházat. Egész család, meg a vendéggyerekeknek a egyik legnagyobb kedvenc, egy telken belül a tavunk. A halakat megszelidítették, kézből lehet őket etetni. Hát más glamour napokra jár a plázában, mi a roncstelepre megyünk vadászni. A már elengedett, eldobott, kidobott dolgokat visszamentjük. Azt tapasztaljuk, hogyha elviszük egy családi napra, van mindig egy olyan tipikus csapat, ami utána így visszatér. 3, 2, 1, Budapest, kedvenc!